Már biztosan jó sok művet olvastál az elmúlt években. Azonban a drámák világa talán még rejtve maradt előtted. De már nem sokáig. Szeretnénk egy olyan alkotással megismertetni, mely a drámairodalom egyik legismertebb műve, mind a mai napig a legtökéletesebb tragédiaként tartjuk számon, Szófoklész Antigonéját. Most te is látni fogod, hogy miért. Először elevenítsük fel, mit is tanultunk a tragédia költészetről. A tragédia a dráma műnemébe tartozó színpadra szánt műfaj, melyben valamilyen értékveszteség következik be. A hőse elszántan küzd céljaiért, azonban konfliktusba kerül egy másik hőssel, és e harcban elbukik. Ez az olvasóban katarzist, vagyis együttérzést, félelmet vált ki. A tragédiákat az ókori drámai versenyek keretein belül mutatták be két-három színész és egy kar szereplésével a művek alapja a hármas egység, vagyis a tér, idő és cselekmény egysége. Mi is ez? Elvárás volt, hogy a drámai események egy helyszínen egy nap, nullától 24 vagy maximum 36 óra alatt játszódjanak, és a cselekmény egy szálon bontakozzon ki. A legsikeresebb ókori görög tragédia költő Szofoklész, mintegy 130 művet írt, 24-szer nyert drámai versenyen. Sajnos csak 7 műve maradt fenn az utókornak. Arisztotelész drámaelméletében a poétikában a műfaj mintaképének nevezte. Szofoklész három legismertebb műve az Ödipusz király, az Elektra és az Antigoné. Ezek témáit a tébai mondakörből meríti. Elsősorban jellemábrázolása emelte őt a legnagyobbak közé. Tragédiáinak súlypontja az emberábrázolás, az emberi döntések, tettek, küzdelmek megjelenítése. Az Antigoné a klasszikus drámai szerkezetet követve épül fel. Az első egység a bevezetés, a prologosz. Itt bontakozik ki az alapszituáció. Antigoné két fiú testvére, Eteoklész és Polüneikész felváltva uralkodott. Ám Eteoklész nem adta át a hatalmat, ezért Polüneikész harcba szállt testvére ellen. Végül mindketten egymás kardjától estek el. Az új uralkodó Kreon nem engedte, hogy a hazája ellen támadó Polüneikészt eltemessék. A két fiú lány testvére Antigoné és Iszméné. A bonyodalomban Antigoné az isteni törvények szerint járt el, amikor a királyi parancs ellenére megadta testvérének a végtisztességet, eltemette polünei készt. Testvére Iszméné nem mert szembeszegülni Kreon törvényeivel. A kibontakozásban Kreon kimondta, nem lesz asszony itt az úr, és halálra ítélte a lányt, aki megingathatatlanságával mindenkinél nemesebben viselkedett. Hiába figyelmeztette a fia, Haimon és a vakjós, teire is az uralkodót, hogy mást is megöl, hogyha meghal ő. A dráma tetőpontja az a pillanat, amikor Creon visszavonja parancsát, de már túl későn. A katasztrófa már bekövetkezett. Antigoné megölte magát, és a lány jegyese, Haimon, Kreon fia is végzett magával. Fájdalmában Euridiké, Kreon neje, Haimon anyja is véget vetett életének. Creon kegyetlen törvénye miatt tehát elvesztette fiát és feleségét. Nem tudta megállítani a végzetet, és e súly alatt összeroppant, pedig a bölcs belátás többet ér minden más adománynál. A drámai konfliktus tehát Antigone és Kreón között bontakozott ki. A lány az ősi törvényeknek engedelmeskedett, az Istenek íratlan törvényének, amikor eltemette a testvérét. Kreon királyi törvénye is elfogadható, a hazaárulónak nem jár végtisztesség. Azonban őt leginkább a hatalom vágy a zsarnokság vezérelte, így Kreon bukása nem hordoz értékpusztulást. Hiú önző magatartása és a hübrisz okozta vesztét, családja pusztulását. Egy két ellentétes akarat tett sorozata vezetett végül a katasztrófáig. A sors, a fátum nem kerülhető el. A mű tragikus hőse egyértelműen Antigoné. Igazán erős jellemű, tiszta szívű nő, aki számára a testvéri szeretet és az isteni törvények tisztelete mindennél fontosabb. Szofoklész gyönyörűen jellemzi őt, amikor Antigone így vall önmagáról. Gyűlölni nem, csak szeretni születtem én. Emlékszel, hogy a legtökéletesebb műnek neveztük az Antigonét? Nos, az öt alapvető viszony, mely egész létünket meghatározza, mind megtalálható benne. Melyek ezek? A férfi és nő, az idős és fiatal, az egyén és társadalom, az élők és holtak, valamint az Isten és az ember viszonya is kiolvasható belőle. Maga a teljesség fedezhető fel benne. Szofoklész elsőprő erővel tudta megjeleníteni a két legnagyobb rendű hatalom a szeretet és a társadalmi együttélés szabályai közötti konfliktust. Az erkölcsi dilemmát, melyet az ember csak nagy küzdelem árán oldhat fel, de hát sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.